A Jászai Mari díjas színésznő Szamosi Zsófia a Covid alatt egy új szakmát választott magának, méghozzá a lakberendezést. Ugye ez hogyan kapcsolódik a jelenlegi életéhez? Miért fontos ez számára? Ezt az Indexnek elmesélte. Covid alatt egyik pillanatról a másikra nem tudtam csinálni semmit, és ez egy idő után nagyon frusztráló kezdett lenni, hogy nem tudom gyakorolni a szakmámat, és egy picit az arra világított rá, hogy kell, hogy legyen valami más is még, amivel tudok foglalkozni, vagy amihez értek. És nekem már nagyon régóta, vagy hát mondhatni gyerekkoromtól kezdve nagyon érdekelt az építészet, és úgy gondoltam, hogy elkezdek lakberendezést tanulni, és találtam egy OK-es képzést, egy 2 éves képzést, és azt nem mondom, hogy kitanultam, mert még csak majd ebben az évben lesz a záróvizsga. Ez egy 4,5 éves képzés, és azt éreztem, hogy egy kicsit így kinyílik a világ, vagy hogy valami új dolgot tanul az ember, akkor attól több lesz, és nagyon élvezem ezt tanulni. A lakberendezésben nagyon érdekel az, hogy élnek az emberek, tehát valamennyire ez kapcsolódik a színészethez is szerintem, tehát hogy megismerni valakinek a személyiségét, a vágyait, az igényeit, az ízlését, és abból kiindulva hozni létre egy teret. Anyukám nagyon-nagyon szeretett az Ecseride járni, és gyerekkoromtól kezdve mindig magunkkal vitt minket a tesómmal, és ezt a dolgot, ezt valahogy örököltük tőle, vagy legalábbis én biztosan, tehát én imádom a bolhapiacokat, imádok régi dolgok között keresgélni és kincseket találni. Egyáltalán nem lelketlen, pont ez benne az érdekes, tehát hogy történetük van ezeknek a tárgyaknak, és hogy ehhez miféle emlékek kötődnek. Nagyon szeretem azokat az anyagokat, amiket régebben használtak, tehát valahogy minden nemesebb volt, és minden tartósabb, mint amiket ma csinálnak. És igen, tehát hogy valami személyesebb hangulat kötődik az ilyen tárgyakhoz, az biztos, hogy engem vonz ezekben. A saját lakásunkban hát tulajdonképpen minden van, egy nagyon eklektikus lakás. Hát egyrészt én magam is hoztam tárgyakat, bútorokat a korábbi életemből, és a férjem is, és ez csodálatos volt, amikor azt láttuk, hogy ezek passzolnak egymáshoz. De hát ahogy a kutyánk és a macskánk is kijött egymásról, ugye a bútoraink és a tárgyaink is nagyon jól kijöttek egymással. Most várt Judit, a svájci Michelangelo Foundation nagykövete, az L Decoration főszerkesztője pedig szakmailag is megerősítette, valóban lélekkel teli kincsekre találhatunk a használt berendezési tárgyak között. Az igazi kincses bányák a vidéki bolhapiacok szerintem, és hát az online bolhapiacok megfelelői. De mindenképpen érdemes ezeken a helyeken kutakodni, mert nagyon sok embernek, ami szemét, az nekünk kincs, és fordítva. Ez egy óriási trend, tehát az egyértelműen megfigyelhető, hogy az emberek egyre inkább fordulnak a már használt dolgok felé, akár ruhában, akár autóban is most, ugye különböző okok miatt. Bútorokban ez a trend, ez mondjuk ilyen 15-20 éve kezdődött el, és egyre erősebb, tehát egyre nagyobb azoknak az embereknek a szeme, akik látják abban az értéket, hogy egy olyan bútort vesznek, ami már valakié volt. És nem is feltétlenül azért, mert valakié volt, mint például, hogy én, mert nekem ez egy jó dolog, hogy ez valakinek már az életét gazdagabbá tette, hanem egyszerűen azért, mert a régebbi bútorok többnyire sokkal jobb minőségű anyagokból készülnek, sokkal tartósabbak, sokkal időtállóbbak, a stílusuk is olyan, hogy akár még 50 évig nyugodtan lehet őket használni, és nagyon sok bútornál megvan a személyre szabhatóságnak a lehetősége is, tehát mondjuk egy kárpitos bútort veszel, akkor átkárpitozod éppen egy adott trendi színre, vagy arra, amit te lakásodhoz illik, és ezt 5 év múlva ugyanúgy megteheted. Én azt gondolom, hogy csak olyan bútorokkal, meg tárgyakkal szabad berendezni egy lakást, ami az érzelmi kötődésed van. Tehát, hogyha akár a nagymamától örökölted, akár egy boltban beleszerettél, de csak azokat szabad bevinni a lakásba, és nyilván az ember vesz praktikus tárgyakat, meg minden, de az életedet az fogja szebbé tenni, amihez emocionális kötődésed van. Nyilván ez nem feltétlenül okoz egy stílusbeli egységet, hiszen neked ugyanúgy tetszett egy design bútor, meg egy, mit tudom én, ilyen vintage, glamúros kiegészítő, mint amik itt is vannak ebben az üzletben, de ettől lesz a tied, ettől lesz személyes. És én azt gondolom, hogyha még ehhez te ráteszed a saját történeteidet, vagy te használod, akkor ez csak a tiéd lesz.